az emberiség jövője azoknak a kezében van, akik át tudják adni az utánuk következő nemzedékeknek az élet és a remény értelmét. Ez az egyetlen mondat gyönyörűen összefoglalja ezt a hosszú és nagyon szép elbeszélést, az Emmauszi tanítványoknak a történetét. Számomra talán ez a legszebb húsvéti történet. Azért, mert egy útról van szó, azért, mert egy folyamatot próbál leírni, ugyanakkor nagyon emberi, nagyon reális, nem akar szépíteni semmit. És persze nagyon titokzatos is. Össze van kapcsolva egy belső változással, egy átalakulással, ahogyan ez a két tanítvány lassan eljut oda, hogy megnyílik a szemük. És nem utolsó sorban össze van kapcsolva mindez a remény születésével. És most erről szeretnék néhány szót szólni. Itt ugyanis az egyik kulcsmondat így hangzik: mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez a két ember, ez a két tanítvány a múltnak a személyei. Mi azt reméltük. A múltat, vagyis Jeruzsálemet megpróbálják a hátuk mögött hagyni. Ez a két jó madár elmenekül. Elmenekül nem csak az események elől, nem csak az üldözőik elől, hanem menekülnek talán picit maguktól is. Elfelé haladnak Jeruzsálemtől. Hogyan haladnak? Elég egyértelmű ebből az elbeszélésből. Szomorúan, csüggetten, lehangoltan, mondhatnánk lógó orral, mai nyelven mondhatnánk depressziósan, bennük fájó töprengések, bennük valahol az az emlék, amitől szabadulni szeretnének, egy végtelenül szomorú emlék. Jézus Krisztus számukra már csak múlt. Ez a két vándor rájön, hogy ők pusztán emberi reményeket tápláltak, amikor Jézussal találkoztak, akár ott Jeruzsálemben, és amikor azt remélték, hogy az ő életének a vége nem a kereszthalállal fog majd végződni. Az ő reményük valami teljesen más messiás volt. Hogy lehet, hogy ez a messiás a kereszten végzi? Azt várták, hogy ez a messiás majd győz, az ő elképzeléseik szerint persze, de nem az történt, amit ők vártak. Egyáltalán nem az történt. Ez a pusztán emberi reménység valahol számunkra is nagyon-nagyon ismerős. A mi életünkben is valahol ezek az emberi reménységek, ezek a földhöz ragadt reménységek dolgoznak. Reméljük, hogy a gyerek majd nem keveredik rossz társaságba. Reméljük, hogy majd az én fiamat, lányomat föl fogják venni az egyetemre. Meg persze azt is remélem, hogy majd jó lesz a házassága, és azt is remélem, hogy nem fognak elválni. És persze a nagymama már reméli, hogy az unokát majd megkeresztelik, de még nem történt meg. És hogyha az élet előre halad, akkor a gyerekek meg az unokák remélik, hogy a nagymama nem lesz demens, és hogy a nagyapa minél tovább fog majd tudni foglalkozni az unokákkal, és nem hal meg váratlanul. Ezek a mi földi reményeink. Hányszor, de hányszor gondoltuk azt, akár ezek kapcsán, hogy a boldogság csak egy lépés, és mégis utána a padlón találtuk magunkat. Ezek a földi reményeink nem váltak valóra. Miért nem? Azért, mert bármilyen szent mázzal kentük is be őket, de ezek pusztán földi remények maradtak. Így volt ez a két tanítvány is, akik
egy véletlen folytán találkoznak ezzel az idegennel. Egy találkozás, egy véletlen találkozás egy ismeretlen idegen személlyel. És ha jól figyelünk a mi életünkre is, akkor valószínűsíthetjük, hogy az idegenekkel való találkozás valamit megváltoztat az életünkben. Talán reménytelenségből reményt hoz. Mi azt reméltük a múltnak a reményeiből, hoz valami jövőre irányuló reményt. Ferenc pápa egy alkalommal azt mondta erre a szövegre, az Emmauszi tanítványok történetére, hogy itt Jézus egy reményterápiát hajt végre ezzel a két emberrel. Reményterápia. Mert Jézus, ez az ismeretlen idegen, elmondja és bemutatja nekik, hogy az igazi remény az sosem olcsó. Hogy az igazi remény verességeken keresztül valósul meg. Ahhoz, hogy eljussunk, át kell szenvedni, meg kell próbáltatni a mi életünknek is. Az igazi remény nem földi dolgokba kapaszkodik, nem a pénzbe kapaszkodik, nem a pozícióba kapaszkodik, nem is a sikerekbe és nem is az elismerésekbe. Ezért alkalmazza már kezdettől az egyház a reménységre azt a szimbólumot, amit mi is nagyon jól ismerünk. A reménység szimbóluma a horgony. Azért a horgony, hogy igazi kapaszkodónk legyen. A remény az azt jelenti, hogy a mi kapaszkodónk az nem más, mint az örök élet, az örök boldogság, amely Krisztusban ugyanakkor már itt van. Ami jövendő, az már jelen van. Tehát ez a mai részlet igazából egy nagyon egyszerű kérdést intéz hozzánk. Te mibe kapaszkodsz? Ez az egyszerű kérdés. Ferenc pápa gondolatával fejezem be. Nem keresztényhez illő magatartás lógó orral járni, anélkül, hogy tekintetünket a látóhatárra emelnénk. Mintha életutunknak nem lenne semmilyen célja vagy kikötője, és csak örökös bolyongásra lennénk ítélve. Ez nem lenne keresztény magatartás. De van egy atyánk, aki vár minket, aki ismeri szenvedéseinket, és egy másféle jövőt készített számunkra. Ez a keresztény remény nagy távlata. A jövőt még nem ismerjük, de tudjuk, hogy az ember látóhatárán van egy örökké világító nap. Az élet legnagyobb kegyelme Jézus Krisztus. Ő Isten ölelése, aki utunk végén vár ránk, de aki már most kísér és feltárja nekünk az öröm és a remény értelmét.